Szeretettel köszöntök akkor mindenkit. Megkezdjük a Kalocsai képeslapok 3-as sorozatunkat. Ha emlékeztek, már nagyon-nagyon sokan voltak itt, csak néhányat, ha megemlétek, hogy ki mindenki volt itt, de szerintem ti is tudnátok már sorolni, a Szejsz Tibitől kezdve, a Molnár Petig, a Dargai tanárnőig, és tényleg nagyon-nagyon sokan, a Nagy Kóré Mari, aki a 70-es évek vendéglátásáról beszélt például. Indul az új sorozatunk, ugye most eddig januárban politikusok voltak, jövő kemény politika, hiszen kampány lesz, most azonban egy civil sorozatot indítunk, mégpedig Kalocsaiak közül 4 szereplővel. Az első szereplő itt áll mellettem, Kenyeres Zsolt, Szent István gimnázium tanára, aki kutatja a II. Világháború történetét, és történelmet és földrajzot tanít. Igen. A második lesz Pasztornicki Balázs jövő hétfőn. Őről annyit kell tudni, hogy ő ötvös, nem ez a fő szakmája, hobbi ötvös, ezüst ékszereket készít. Ő ezeket meg is fogja mutatni. Harmadikként Regényi Gábor lesz a vendégünk, aki fotós, és negyedikként pedig Gábor Magdolnát várjuk ide, aki elmeséli, hogy részterekre elindulva, hogy lett belőle matek tanár. Azután folytatjuk még, ami nem kimondottan Kalocsai lesz, de még 2 elemet mondanék belőle. Az egyik egy Soltvadkerti fiatalember, aki a Tegyünk Együtt Soltvadkertért oldalt szerkeszti, és valami nagyon-nagyon sok mindent csinál jótékonyság ügyben, őt Megyes Attilának hívják, indul polgármester jelöltként Soltvadkerten, nagyon-nagyon nehéz terepen, de el fogja mondani, hogy ő hogy csinálja, és tényleg el fogunk ámulni, hogy mennyire jól csinálja. Illetőleg ide várunk még egy pedagógus tüntetőt, úgy hívják őt, hogy Simko Edit, a pedagógus tüntetések egyik ikonikus arca, akit szintén ide várunk. És aztán utána majd megint egy kis politika következik. Így váltogatjuk a kettőt. Tehát Kurszki Csata, így van. Tanár úrnak át jó. Is adom a szót. Akkor én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előadásomról egy pár szót, meg egy pár szót itt magáról a témáról. Itt ugye látunk egy stilizált, tulajdonképpen festményt, mondhatjuk így, ugye ez a csata festmények, ami valójában így nem történt meg, ez egy képzeletbeli, hát ilyen műalkotónak a képe. Itt láthatunk egy német PAK-40-es páncéltörő ágyút, itt pedig ugye égő tankokat, illetve ugye égő harcmezőt, ez a prórovkai csatának tulajdonképpen egy ilyen elképzelt változat, ami valójában így nem történt meg. Magamról annyit mondanák még itt előjáróban, hogy itt tanítok 1997 óta, Bajáról költöztem át ide a feleségem kapcsán, és én ilyen hobbi történésznek mondanám magam. Igazából 3 területet kutatgatok hobbi szinten, majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd mélyebben belásom magam. Egyik a hadtörténet, politika történet, és akkor 2 mélyebb területe, az egyik a svéd történelem, nem a NATO kapcsán, ahogy itt most beszéltük, hanem a 17.-18. század, amikor Svédország nagyhatalom volt, egy nagyon izgalmas téma. Magyarországon senki nem foglalkozik vele. A másik pedig a keleti fronti csaták, és hát itt ennek a csaták a kapcsán majd egy-két mitoszt azért eloszlatok önökben, illetve tévképzetet. Csak egy példát mondok rá, gimiben 6-7 éve járt a Fernagy Józsi, vagy lehet, hogy már több is, aki mindig ilyen tigris tankos pólóba szaladgált nyáron, és akkor hát olyan német tank őrült volt, és akkor mondtam neki, hogy tudod, hogy a németeknek hány tigris tankja volt a Kurszki csatában, és akkor mondja, hát az összes tank, mondom, nem, hát képzeld el, hogy a németeknek csak 117 tankja volt a tigris a 2500-ból, volt egy 200 pár utca, többi az pedig mind Panzer 3-as, 4-es elavult a verzió, és akkor elkezdett vitatkozni, hogy milyen jó a tigris tank, mondom, nem olyan jó a tigris tank, és akkor kapott szakirodalmat tőlem, és akkor rájött, hogy szóval az emberek úgy elvannak, hogy jó, hát itt németeknél csak tigrisek, meg párucok voltak, nem. Na és akkor, hát igazából akkor nézzünk bele a dolgokba. Először egy-két könyvet ajánlok annak, akit érdekelne a téma. Lesz köztük magyar, illetve külföldi, főleg angol nyelvű.
ez 4-5 éve jelent meg. Az összes szerző egyébként katonatiszt volt, vagy katona, illetve tanít egyetemeken, hadművészeti, hadtörténeti iskolákban. Lloyd Clare könyvét nem ajánlom, azért nem ajánlom, azért jó, mert nagyon részletes, viszont a rossz benne, azt nincs benne térkép. Tehát gyakorlatilag követhetetlen, amikor itt írja az eseményeket, nagyon jó viszont a képanyaga. Ugyanis ezek a szerzők, akiknek a műveit itt bemutatom ajánlóképpen, és ezekből is dolgoztam részben, ezek a szerzők a levéltárakból dolgoznak, hogy megnyíltak. Ugye eltelt 50 év, vagy már több is, és most már az orosz levéltárak megnyíltak, a német levéltárak megnyíltak, hadi jelentések megnyíltak, memoárok jelentek meg, és mélyebben alaposabban fel tudják dolgozni a két fél törekvéseit, céljait. És hát egy csomó dolog nem úgy volt, hogy anno a propaganda nyomatta nekünk a keleti blokkon belül. Ez a Forcsiknak a könyve, ez az egyik legjobb szerintem, ami keleti fronti hadviselés mutatja be. Ő egy Angliában élő katonatiszt, akinek egy kétkötetes hadviselésről szóló műve jelent meg. Ebben pont a Kurszki csatával kezd, és az összes keleti fronton jelentősebb ütközetet leírja. 20-30 oldalban viszonylag jól követhető, és a tanulságokra hívja fel a figyelmet, tehát arra, hogy a németek miért fognak veszteni, és az oroszok miért kerülnek végül is fölénybe. És hát ez, amit csak a nagyon vadorzóknak ajánlok, ez egy 1700 oldalas kötet. Én végrágtam magam rajta. Ez a németek, illetve a britek földolgozták Németország világháborús történelmét. 2018-ban jelent meg, ez egy 12 kötetes sorozat, és ez a 43-as, 44-es keleti fronti dolgokat, illetve az olasz és a nyugati frontot dolgozza fel, és be van gazdaság, társadalom, tehát nagyon komplexen és ideológiamentesen dolgozik. A gond az ideológia volt. Csak egy példát mondok, ugye nálunk lehetett olvasni a 12 kötetes nagy honvédő háborút, ilyen vastag mindegyik, és akkor abból ugye mindig volt 20-30 old, vagy a párt szerepe a győzelemben. Meg érdekes volt az, hogy hát bevetettek 1 millió orosz katonát, 3 millió németet, és akkor több volt a halott német, mint a bevetett német katona. És mindenhol felsorolták, hogy hány szovjet katona kapott szovjetunió hőse címet, és hányan haltak hősi halált, és egyszer nem volt vereség az oroszoknál. Mindig győztek, csak mindig visszavonultak. Ugye ez volt az ideológia. Na most ugye maga a Kurszki csata, amit szintén az emberek ugye elfelejtenek, az nem az az egy hét, amíg a németek támadtak, hanem ez egy július 7-től augusztus 25-ig, tehát egy jó két hónapig tartó csata. Van egy német támadási szakasza, és van egy szovjet támadási szakasza. Mi csak azt a német támadási szakaszt ismerjük, mert ez volt ugye igazából túlreprezentálva, előadásom is erre fog épülni. Viszont ezelőtt mindenképpen kell beszélnünk az előzményekről. A keleti fronton volt egy elég hosszú szünet, majdnem 4 hónap. Igazából ennek az oka az volt, hogy a keleti fronton a németeknek volt egy sikeres ellentámadása januártól márciusig, és az oroszok által a sztálingrádi csata után beindított ellentámadásnak ezt a szegmensét itt a németek visszafoglalták. Hát itt ugye itt a Harkovi csata, ugye itt folynak most az ukrán harcok, ugyanaz a hadszíntér. Németek 40. február márciusában egy zsenés ellentámadással visszafoglaltak területeket. Itt Manstein tábornok látható, ő volt a németek legnagyobb katonai zsenie, a nyugati történészek is őt tartják a világháború legjobb stratégiájának. Neki van egy ellentámadása, egyszerű a stratégiája, az oroszokat beengedi a német területekre, az oroszok utánpótlási vonalai megnyúlnak, nem kapnak elég benzint, üzemanyagot, és azt a németek rájuk mennek, átkorolják és megsemmisítettek 3 rossz hadsereget. De ebben a háborúban, ebben a csatában a németek is nagy veszteséget szenvedtek, erőket újra kell tölteni. Hát Sztálingrádnál 1 millió embert vesztettek a németek, a szovjetek meg 1,5 milliót. Tehát 1 millió, 1,5 millió ember. Fogoly, sebesült, halott, minden. És a német haderő nem kap elég utánpótlást. Tehát a német hadsereg az 1 millió fős veszteség pótlására kap 800 ezer embert. 800, mínusz 200 ezer. Tehát a német haderő nem fogja megkapni azt a mennyiséget, ami kellene az egyensúlyhoz, és létszámnyel küszködik a német haderő keleten. Ugyanakkor ebben a szünetben Afrikában, ott is volt egy front, ugye beindulnak az amerikaiak, november 9-én partra szálltak 42-ben Észak-Afrikában,
Nyugatról pedig ugye Montgomery tábornok gyűrűbe fogta a német Afrika Korps hadsereget, és itt május végére 250 ezer olasz, illetve német foglyul esett, és aztán majd júliusban jön a partra szállás Szicíliában, de igazából ennek hatása majd itt lesz a Kurszki csatánál. Tehát a németek elveszik az afrikai frontot, itt is vesznek egy olyan kb. 100 ezer katonát, és rengeteg technikát. És ez a szünetben történt, amíg ugye keleti fronton álló háború volt, vagy szünet volt, és jön a nagy terv, hogy Hitler tudta, hogy a szövetségesek meg fogják nyitni a második frontot, azaz, ugye itt van az első front, kelet, valahol partra fognak szállni az Európa erődben. De hol? Görögországban? Szicíliában? Korzika, Szardinia? Dél-Franciaország? Normandia? Esetleg Dánia vagy Norvégia? Nem tudta Hitler. Az Európa erődöt így neki meg kellett végerősítenie végig. Mind a katonákat kellett küldeni, a légierőt, és gyakorlatilag Hitlernek pont ezért az volt a elképzelése, és ezt igazából nem így tanítjuk, vagy ismerjük, hogy az erőket a nyugatra akarta tartalékolni. Tehát ő nem akart keleten egy döntő támadás Kursznál, ő egy olyan támadást akart keleten, Kursznál, ami az oroszokat kiüti egy évre. Tehát nagyon sok szovjet katonát megölni, sok technikát elpusztítani, azután az erőket átvinni nyugatra, a páncélosokat, légierőt, és ahol támadnak a szövetségesek nyugaton, ott tengerbe szólítani a szövetségeseket. Tehát ő keleten nyugalmat akart az év második felére. Ez lett volna az elképzelése. És természetesen talált is egy ilyen helyet, volt ez a kis Kurszki zsák, vagy Kurszki könyök, egy ilyen 250 kilométer mély, és olyan 150 kilométer volt ez a keresztmetszete. És hát ugye úgy találták a németek, hogy hát akkor itten össze lehet vonni a csapatokat északon, délen, és akkor itt egy ilyen találkozó hadmetszet, ezt a nagy zsákot itt befécseljük, és az ott levő szovjet katonákat, technikát elpusztítjuk, és akkor ezáltal a front így rövidebb lesz, ugye, kevesebb katona kell ide, és akkor az oroszok 43-ban nem fognak többet támadni. Amit Hitler nem számított, az, hogy az orosz haderő nagyon nagy létszámú volt. A német haderő létszámánál kb. 2 millióval több orosz katona volt itt. Tehát volt egy jelentős orosz létszámfölény. Kettő. Az oroszoknak hatalmas volt a haditechnikai fölénye, tehát rengeteg fegyvert gyártottak, jóval többet, mint a németek. Tehát most mondom azt, hogy 43-ban a németek gyártottak 15 ezer tankot, azok 28 ezeret. És a másik, hogy kapják a nyugati attól itt északi tengeren át, hát amiképpen az utánpótlás. Az amerikai konvojok hozzák az anyagot. Kapják a jeepeket, terepjárókat. Az orosz haderő egyre mozgékonyabb, egyre hatékonyabb. A németeknek pedig hát ugye van egy nyugati frontja, itt ugye azért bombázák őket nyugaton. Tengeralattjáró háború van, ugye az Atlanti óceán, az is vissza a technikát. És hát az olaszokra nem lehet támaszkodni. Az olasz haderő az eléggé gyengécske. És hát támadnának ugye áprilisban, már Hitler már támadna áprilisban, meg Manstein, igen ám, de az oroszok is ezt a szekciót itt megszállják, ők is ide várják a támadást, és túlerő van. És elkezdik a támadást halaszgatni. Tolják, tolják, tolják ki. Miért tolják ki? Hát azért, mert Guderian tábornok, itt ő látható, ő a német páncélos technikának volt a fő felügyelője, aki azért felelt, hogy a német páncélos haditechnika kellő számú legyen a fronton és jó minőségű, úgy vélte, hogy ezeket a tankokat nem szabad korán bevetni, kiforatlanok, tesztelni kell őket, ki kell képezni a katonákat, és ne vessük őket még be korán, várjunk a támadással. Zeitzler vezérőrnagy viszont, aki ugye a német vezérkar főnök volt, a támadás mellett van. És mindig halasszák, mennek ugye felderítők Kurszki zsák föl, és nézik a légi fel, és egyre több ott az orosz, egyre több a tank, árkokat ásnak, tehát folyik itt a technikai dolog. Hitler azt mondta júniusban, hogy felfúl a gyomrom, hogyha ezt az ott, hogy Kurszk meghallom. És nem akar igazán támadni, de tulajdonképpen azért kell támadnia, mert valamit itten produkálnia kell, eltelt ugye lassan fél év, és a németek a keleti fronton nem csináltak semmit, ott van az orosz hadianyagállomány, emberállomány, valamit ott ki kell provokálni. És még egy érdekesség, a németek itt bevetették a keleti fronti páncélosok 70%-át, olyan 2500 tankot. A többi frontszakaszon alig maradt 200-300 tankjuk. Tehát
Pétervárnál, vagy Leningrádnál, Moszkva előtt, ott maradt 200-300 tankjuk. Tehát ott nem tudtak támadni. Emberekről nem is beszélve. És végül is a támadást majd július 4-én fogják megindítani. És hát itt van a haditerv. Északon modelltábornok támad 747 tankkal, vele szemben Rokoszovszki tábornok. Hát egy két szót a két tábornokról. Modelltábornok volt Hitlernek a tűzoltója. Őt mindig oda vetették be, ahol valamilyen, hát mondjuk úgy, hogy gáz volt, tehát áttört a front, és neki kellett a frontot lezárni, a helyzetet kezelni. Egy nagyon jó védekező stratéga volt. A háború végén öngyilkos lesz a Rúrkatlanban 45 márciusában. Ellenfele, Rokoszovszki tábornok, őt inkább támadó stratéga, itt viszont most a kivárásra fog majd menni, ő 42-43-ra érik be. Tehát a szovjet tábornokok először mindig kikapnak a németektől, ugye, mert ők nem voltak villámháborúra kiképezve, és egy-két évi vereség után átveszik, megtanulják, hogy hogyan kell a modern háborút lefolytatni. Róla két dologot szeretett inni, és szerette a szép nőket. Ezért mindig volt egy-két láda vodka, és egy-két szerető is a tarsolyban, amikor kihelyezték a frontra. Délen ugye Manstein tábornok kapta meg az áttörési parancsot, neki azért jóval több tankja volt, és hát ugye itt találkoztak volna vala itt, ugye Kursz környékén. Ellenfele Vatutyin tábornok volt, aki támadó stratéga volt szintén, ő viszont szomorú véget ért, talán ő volt a legjobb szovjet tábornok, jobb volt, mint Zsukov, viszont őt 44. januárjában ukrán nacionalisták megölték egy támadás során, ment a dzsipjével, parancsnoki dzsippel, és rajta ütöttek, és gyakorlatilag szétlőtték a dzsipjét, és ilyen módon tulajdonképpen mondjuk hatjuk azt, hogy hősi halált halt. Ha nézzük az erőviszonyokat északon, ott látható, hogy a németeknek durván harmad annyi embere volt, hát tankban is, és hát repülőben is nagyon volt a hátrány. Tehát északon azért modellnek eléggé kemény meló lehetett volna, és a németek inkább a déli frontot erősítették meg. Itt, ha megnézzük a tankokat, itt szinte ez az... bocsánat, visszamegyek. Itt tulajdonképpen ez az 1500 tank, ez ellen tud súlyozni az 1800, repülőben pedig fölén volt. Magát a támadást titkolták a németek, de ugye az, hogy mennek oda vonatok, pakolják ki a harckocsikat, ott katonák gyakorlatoznak, stb. Ez a szovjet hírszerzés számára egyértelmű vált, hogy támadni fognak a németek. És hát még egy dolog, a német haderő nem tudott sok benzint feltöltést ide hozni. Nagyjából olyan két hétre való üzemanyag, fegyver, lőszer volt itt a katonáknak tartalékba. Tehát igazából a második hét után, egy nagyon intenzív harc után a német utánpótlás nem volt, mert nincs ugye lőszer, nincs ugye benzin, akkor megállnak. Nem volt tartalék. Az oroszoknak meg hát dögivel volt tartaléka, ugye bakúj olajmezők, illetve hát ugye a hadipar megteremelt a fegyvereket. Nagyon nagy viták vannak az, hogy hányan voltak a két oldalon, itt a bevetett katonák számát lehet látni, ami érdekesség ugye, hogy hát nézzük meg a támadó németeket és az oroszokat. Tehát majdnem 2 millió orosz beásva. És annyit mondanák, hogy Clausewitz porosz történész katonér azt mondta, hogy a támadónak a sikerhez legalább háromszoros fölényben kell lenni. Pont a beásott védelem miatt. Különben nincs esély. Ami ugye durva, hogyha megnézzük itt ugye a tankoknak a számát, hát itt is ugye azért gyakorlatilag az oroszok túlnyomó fölényben vannak. Ráadásul ugye a tüzérséget, ha megnézzük. Hát 10.000 kontra 47.000. Na most az oroszok a tüzérség szerelmesei voltak, mai napig egyébként. Tehát nyomják ezre az ágyukat, és alapvetően a kétfajta tüzet lőttek az oroszok, területtüzet. Tehát ugye belőtték egy frontszakaszt, lőtték két órán keresztül, ott mindent porrázúztak, aztán ráküldték ugye a harckocsikat meg a gyalogságot. A másik ugye pedig a ponttűz, amikor belőttek egy konkrét területet, mondjuk egy erődöt, vagy egy bázist, ott pedig egy bemérés alapján. És hát a repülőkben is azért az orosz fölény hatalmas. Azonban két dolgot elárulok. Itt a repülőknél ezek nem mind bombázok meg. Van köztük ugye felderítőgép, meg ilyen szállítógép, tehát durván ilyen 10-20 százalékot le lehet számolni. A tankoknál pedig ugye az oroszoknál mondjuk ez a két szegmens ez itt tartalékban volt. Tehát nem volt bevetve mindjárt, ők a fronttól messze voltak, tehát nekik lábon oda kellett menni a frontra.
Na most, hogyha nézzük a technikai erőviszonyokat, hát akkor tulajdonképpen itt vannak a németek modern tankjai, amiket most vetettek be először. Biztos, hogy a Párducot itt vetették be először. A németek ezekben bíztak. Majd lesz róla később szó, hoztam modelleket is. Valójában nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a Párducok túlkora lettek bevetve, kiforratlan típusok voltak. Igazából a német haderő zömét a Panzer 3-as, Panzer 4-es elavultabb típusok képviselték, és bevetettek még rohamlövegeket, ezeket ekkor találták ki a németek. A rohamlövegeket majd mutatom, mit jelent. Alapvetően beásott célok, erődök ellen vetették be, és ilyen csak előre tudtak nézni, és igazából azzal a gyalogság támogatását tudták megoldani. Ilyen nem volt az oroszoknak egyébként. Tehát 2700 körül volt a németek tankállománya, és van egy legenda, hogy a szovjetek ezt itt mind kiirtották, meg ez ott a német páncélosok hattyúdala, nem igaz. A német páncélos erő valójában 43 őszén, 44 tavaszán Ukrajnában pusztult el, ott mentek tönkre. Viszont ezeket a harcokat nem nagyon emlegetik a... Tehát ez volt a lényeg, nem a Kurszki csata, itt a német haderő megőrizte tulajdonképpen a harcképességét. A szovjeteknél rengeteg volt a T-34-es. Hát ez volt ugye az alaptank, erről mondjuk is lesz majd egy-két képen. Könnyű volt vezetni, ami a nagy előnye az volt, hogy egyetlen egy tömbből öntötték ki a tornyát, döntött volt a páncélzata, tehát lepattant róla egy lövedék, hogyha nem pont 90 fokba ért el a tornyát, és a dízel meghajtású volt, a német tankok pedig benzinmotorosak voltak, ami megint a németek számára hátrányos volt. Mai napig vitatárgya a német tankok miért nem voltak dízelmotorosak. Két sztori van, vagy ez egyik azt mondja, hogy hát már a német ilyen ipari lobby a dízeleseket lenyomta, és akkor Hitlert megfőzték. A másik, hogy nem volt elég ritka fém, ami kellett volna a dízelmotorok gyártáshoz a tankokba. Nem tudom, melyik az igazság. 98 nehéz tankja volt az oroszoknak, és hát rengeteg amerikai, illetve angol támogató fegyver. Összesen 8200 tankot vettetek be több hullámban. Na most az oroszok először támadtak volna, Sztálin támadni akart mindjárt, és ő nem akart halasztani, de rábeszélték arra, hogy várjunk főnök, támadjanak a németek, ők elvéreznek az erődrendszer, és aztán majd ellentámadást indítunk, és ez történt. Tehát a németek igazából fönnakadtak egy védőfalon. És hát akkor nézzük a fegyvereket, első a Tigris tank, hoztam egy makettet én is, meg is mutatom egy kicsit közelebbről. Én annak egyetemen maketteztem, ez egy egyal, azt hiszem 78-ashoz méretű makett. Ez gyakorlatilag egy 45, illetve később 55 tonnás Tigris 1-es. Ez egy, hát a festés az nem a legszebb, egy ilyen afrikai homokszínű festés. Ez a tank gyakorlatilag ugye azért volt ilyen nehéz, mert volt egy 88 mm-es páncéltörő ágyúja. Ezt Hitler javaslatára rakták bele. Ez 2000 méterről kilőtte a szovjet tankokat. A szovjet tankok 800 méterről tudták átlőni a páncélt. Tehát egy orosz tanknak be kell jönni 800 méteren belülre, addig őt már régen kilőtték. Ami a súlyát növelte, egyrészt maga a löveg, másik a homlokpáncél, ez a 10 centi vastag volt, 10 centi a homlokpáncél. És egy jól képzett legénység keze egy halálos fegyver, viszont hátránya a motor gyengeség, az hátul van. Ezt a nagy tömeget, ez a motor, ez nem tudta igazán kezelni. Csúcssebessége 30 km per óra, és hát ennek a javítása az nem volt egyszerű. Ha rárakták vasúti kocsira, akkor le kell szedni a lánctalpat, és külön másik lánctalppal fölvontatni a vasúti kocsira, utána lehozták. Szóval nem volt egyszerű. Na, tehát egy nagyon nehézkesre hatékony fegyver volt, ennek van mitosza. Ebből a tankból a németek olyan 1790 darabot gyártottak, a későbbi verziói azok még nehezebbek voltak, a királytég is már 65 tonnás volt. És hát ez is benzinzabáló gép volt. A másik a Párduc, erről nincs makettem. A Párducnak már döntötte volt a páncélzata, próbálták ugye a szovjetektől ellesni, és ez csak 45 tonnás volt, ez volt a világháború legjobb közepes tankja. De ekkor kiforratlan volt. Tehát nem volt tesztelve, a katonákat nem képezték ki a hatékony hadviselésre. Azért nem úgy megy, hogy átölök egy Panzer 3-as vagy Tigrisbe, és akkor jaj, de jó. Teljesen más volt a kezelése, más voltak a váltók, meg kellett szokni benne mindent. Kellett volna rá 3-4 hónap.
nem volt ennyi idejük, és a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy itt ugye a motor túlhevült, na bocsánat, visszamegyek, a motor hátul túlhevült, itt, és gyakran kigyulladt. És eljöttek arra, hogy mi volt ennek az oka, hogy a párducokat arra is fölkészítették, hogy tudjon víz alatt menni, és a tömítőgyűrűk gumiból készültek, és a meleg miatt az begyulladt, és akkor kiégett a motor, eltört a váltó. Akkor 204-et behoztak a frontra, és mentek ki a Kurszki csatamezőre, mentek kb. 10 kilométert, 39 rögtön lerobbant, és csak 166 tudott elmenni a csatatérre. Ezek javítható problémák, de hát a javító osztaknak kellett az idő. És a német harckocsiknak azért volt kevés a vesztesége, mert olyan hatékony volt a szerviz szolgálat, hogy amit tudtak, azonnal megjavítottak, és egy-két napon belül a tankunk nagy része újra bevethető volt. Tehát nagyon kevés volt a leírható német veszteség. Aztán itt van a sajtos doboz, a Ferdinand, ez egy rohamlöveg. Ez így nézett ki. A festés az egyedi, az nem így volt festve. Ferdinand Porsche. Tehát a Porsche tervezője készítette. Ő igazából ezt nem így tervezte, hanem úgy tervezte, hogy egy nehéz harckocsi tervet adott be a Wehrmachtnak, megbukott. Mit csinált? Leszette ugye a tornyot, és beépített egy 88-as páncéltörő ágyút. És ez miért rohamlöveg? Mert nincs a mozgó tornya, csak előrefele van egy ilyen ágyúja, és itt elő van egy kis géppuskája. És ez a gyalogság előtt ment volna, és az erődöket, bunkereket lőtte volna ki, vagy a beépített földi célokat, a gyalogság pedig ugye át felszámolta volna az esetleges ellenállás. És ezzel két baj volt, ez is 55 tonnás volt. 20-szal tudott menni maximum, és ha ráment egy aknára, akkor megállt, és akkor nem ment tovább. És hajszik, ha nem volt géppuska berakva neki, itt van ugye a géppuskája, és nem volt géppuskája. És Számweber Norbert történész mesélte, hogy benn volt neki géppisztoly a katonáknak, és amikor lerobbant egy ilyen tank, vagy egy ilyen Ferdinand, jöttek a szovjet katonák, és hát körbevették, akkor igazából itt a nyílásokon kilőtte géppisztolyjal, meg az ágyú csövén keresztül. Így védekeztek. Kb. 90 darab készült belőle, a később az olasz fronton még harcolt, de nem volt igazán hatékony fegyver, tehát utána már nem nagyon vetették be, ez egy zsákutca volt ez a modell. Ebből lehet látni a Bovingtoni Hadi Akadémiának az udvaron egy pár példány, tehát vannak még ilyenek. Aztán itt a Panzer 3-as, ugye ez a rövidcsövű modell, ez volt a típus tankja a németeknek, az igásló. Ez annyira jó, ez könnyű, közepes harckocsi, ilyen 18-20 tonnás, viszont a páncélzata már vékony volt, és a rövidcsövű ágy az nem felelt már meg igazából a modern kor követelménynek, ezért azt csinálták a németek, hogy leszették a tornyot, és ráadtak egy ágyút, és ilyen rohamlövekként használták. Aztán van a Panzer 4, ami a legjobb típus. Ennek a rövidcsövű verzióját hoztam el, ez 22 tonna volt, itt még rövid 50 mm-es ágyúval van felszerelve, ez elavult 42-re, és aztán hozták a 43-as 75-ös ágyút raktak bele, ami nagyon jó volt, kilőtte a T-34-et 1000-rel, és volt egy ilyen páncélzata. Ez arra volt jó, hogy a különböző aknákat, robbanóhatását lefogta, fékezte ugye a véta lánctalpat, illetve ugye oldalról rájöttek, akkor innen lepattantak a lövedékek, és a görgök megúszták. Ebből 16 000 gyártottak a németek. Annyira jó konstrukció volt, hogy a szovjetek, hogyha ilyen zsákmányoltak, akkor bevonták a saját hadrendjükbe, és ők is használták. A németek meg a T-34-eseket alkalmazták az oroszokkal szemben, tehát egymás technikáját lobdosták és használták. Aztán itt van az első ilyen komoly önjáró löveg, amiről beszéltem, Panzer 3-as alvász, beépítettek egy kis ágyút bele, és katonák egy ilyen kis lövegpajzs mögött mozogtak, szintén alapvetően a páncéltörő ágyúk és belső célok ellen vetették be. Nagyon szerették, és olcsó volt a gyártása, tehát éves szinten németek 20 000 gyártottak belőle, könnyű volt vezetni, viszont felülről sebezhető volt, nem volt küzdőtérnek ilyen védőfedezet, meg hátulról be lehetett lőni. Ilyen volt a Stu rohamlöveg, csak ezt Panzer 4-es alvázára rakták rá. Ez a Kurszki csatának az ilyen előestéjén van, a német katonák itt lövészárkokban vannak, itt a kukorica, mert egyébként, hát mondhatjuk azt, hogy hát ilyen termőföldeken, szántóföldeken, meg mezőkön folyt a harc. Ez egy nyílt terület volt, klasszikusan alkalmas páncélos ütközetre. És hát itt a német katonákról is kell beszélnünk, ugye a Wehrmacht és a Waffen-SS hadosztály, itt van egy kiképzés. Azt be kellett nekik tanulni, hogy egy tank átmegy fölöttük, akkor
Hát jön egy T-34, akkor lebukni, és így átmegy fölöttük ugye a harckocsi csörömpöl, nem kell megijedni, nem kell pánikba esni. Utána pedig, hogyha elmegy a tank, akkor hátulra egy ilyen kis, tulajdonképpen egy ilyen aknát rárakni, ezt a kis pöcköt lehúzom, aztán be az árokba, és egy-két másodperc múlva robban az akna. Alapvetően itt ugye a motortérre, itt van, itt a motortérre rakták ezt az aknát, és akkor az berobbant, a motor ugye elkezdett égni, katonák ugrottak ki a, ugye a harckocsiból, azokat meg legépuskázták, ez így működött mind a két oldalon. Nem kímélték egymás legénységét, mert a harckocsizó az egy kiképzett profi katona, az idő, az jobb, ha megjük a szakembereket. Ez kegyetlen háború volt. Német katonák a háború első napján, egy-két fotót már hoztam be, itt látható, hogy lövészárokban vannak, viszont itt ilyen kis luk, na, bocsánat, ilyen kis lukakat vájtak maguknak a Balhazban, ugyanis hogyha jött az ellenséges feldrét, és akkor bebújtak ide, és akkor nem látták őket, illetve ha esett az első, akkor igazából egy kicsit kevésbé áztak meg. Ez az egy hét, amíg itt folyt a csata, júliusban olyan volt, hogy hol esett, hol sütött. Klasszikus júliusi időjárás. És ha esett, akkor a légierő nem működött. Ha nem esett, akkor viszont folyt a harc levegőben és a szárazföldön. Aztán ugye az aknák, itt láthatunk ilyen teleraknákat, ezeknek egyébként ilyen 10 kg a súlya. Ezek voltak ugye a klasszikus harckocsi aknák. Ezek 100 kg fölött robbantak. Tehát lerakták a földre, ugye élesítették be, földre befették, és ráment egy teherautó, vagy egy tank, akkor robbant, hogyha ráment egy macska, akkor nem robbant. És ugye úgy csinálták meg, hogy, hogy a felszedéssel is biztosították, tehát ugye jöttek a katonák, szurkálták ugye bot a földet, akkor nehogy föl tudja szedni, akkor az is robbant. Rengeteg ilyen aktát taktak le az oroszok, meg a németek, mind a két oldal. Itt ugye főleg az oroszok voltak a fontosak, ők 1 millió aknát raktak le egyébként. Na most a német technika az az volt a támadási terv, ugye ez a páncer kell, hogy elől mennek ugye a modern tankok, tehát a páncer 4-esek, tigrisek, párducok, vastag a homlokpáncélzat, fölfogja ugye a támadó tüzérséget, ők áttörnek, mögöttük pedig a könnyebb páncélzatú páncer 3-asok, és a legvégén a gyalogságot majd hozzák ezeken a PSH-kon, a páncélgránátosokat, és akkor ők a terepet megtisztítják. Ez volt az elképzelés, amiből nem sok mindent tudott megvalósulni. A fő gond az volt, hogy nem volt elég német katona. Tehát egy háborúban a gyalogság létfontosságú. Lehet itt technika, a területet el kell foglalni. Ellenséget ki kell írtani. Területet meg kell tartani. Harckocsikkal nem lehet megvédeni területet. És hát akkor a légierő, ugye itt van a németeknek a vadászgépe, Focke-Wulf 190-es, illetve a Stuka, Hans Ulrich Rudel ezredes, aki törfalomot, vaskeresztet, meg brilliánsokat is kapott. Ő volt ennek a zseniális alkalmazója, őre vérdíjat tűzött ki Sztálin, 1 millió rubel volt a vérdíj, hogyha elkapják, nem kapták el soha. Itt a náci eszmében, tehát ő mondta, hogy fanatikus náci volt, argentin légierőt szervezte új a háború után, ilyen típusú géppel szállt föl. Szárnya, itt a futóművet nem lehet behúzni, ezért nagyon lassú volt, csak olyan 380-an tudott menni. Hát ugye a vadászok mentek 700-al. És amikor elkezdett lefele zúgni, akkor itt voltak ilyen hangsípok a két futóműben, csak ilyen sivító hangot adtak, mint Jerikó sziréna, és az ellenfél meghűlt. És hát ugye ez úgy működött, hogy itt vannak a bombák alul, látják, itt vannak, ugye, itt vannak a 25 kilós bombák, itt az 50 vagy a 100 kilós bomba, és megvolt a cél, akkor ilyen 90 fokba igyekezett lefele menni, ilyen zuhanó repülésben, és ilyen 20-30 méter a céltól a zuhanófékeket becsapták, ezek a zuhanófékek, ezek itt, ki lecsapták, akkor lefékezett ilyen 10-20 km per órára, és akkor a technika felúszta a gépet, és akkor oldotta ki a bombát. Hadihajókat, gyárkéményeket, pontbombázásra tökéletes volt, de pilóta megy le 380-nal, aztán lefékez 10-re, 20-ra. Nagyon nagy terhelés kapott ott a pilóta, kiment a vér a fejéből, ezért úgy megcsinálom a technika, hogy az ülés az hátra csapódott azonnal, amikor jött a fékezés, hogy minél hamarabb a pilóta maga az cél, és volt annyi robotpilóta-szerű dolog. És a pilóta, amikor felszállt a gép, akkor már tudta vezetni. Volt elő egy vezető, meg hátul egy ilyen hátsó lövész. Nagyon gyenge volt a páncélvédettsége, 5700-at gyártottak a németek belőle. Ekkor már igazából nem vált be, viszont ez a típus, ez egy modern változat volt, ugyanis kitalálták azt, hogy
Hát akkor osztályok páncélvadászként. És ilyen kis páncéltörő ágyút szereltek föl a stukáknak az aljára, bombák helyett. 6-6 darab páncéltörő lövedék volt benne, és a feladat az volt gyakorlatilag, hogy az ellenfélei lezugva szétlőjék a szovjet tankokat oldalról vagy hátulról. Rudelt kétszer lőtték le, egyszer át kellett úszni egy folyót, 20 km menekülnie, tehát lezuhant ugye az orosz front mögött, elkapták a gépét, kiszállt a gépből, pilótája meghalt a hátsó, és igazából megúszta. De kergették egyébként. Tehát itt rengeteg ilyen sztori van, hogy lelőik a német pilótákat, akkor ugye az orosz fronton át kell magukat vergődni, és akkor másnap újra repült. Egyébként Rudel maga 534 szovjet tankot pusztított el, kilőtte, elsülyeztette egy szovjet csatahajót Leningrádban, tényleg nagyon tehetséges, meg bátor ember volt. És hát itt láthat ugye oldalról, itt a Henschel, szintén egy ilyen típusú gép volt, csak ez ormótlanabb, és hát remélem most fog menni a film, vagy nem, de fog menni, igen, remélem fog menni, nem megy, mindjárt visszamegyek, akkor lehet, hogy elindítom külön. Van egy ilyen filmrészlet, amit behoztam volna önöknek megmutatni, ami igazából azt mutatta meg, hogy hogyan működött ez a, csak itt önök nem látják, egy pillanat, akkor áttállítom. Igen. Tehát így működött egy ilyen... T-34-es látunk itt alul, amiket ugye itten, hát, itt a motor áll, és oldalról zúgott le, és gyakorlatilag 6-6 lövése volt, és gyakorlatilag elkapta oldalról, betalált a motorba, és kiégett. És ugye azt azért elállom, hogy azért nem mindig volt ilyen tökéletes a találat, ugye ez 37-es gépágyú, tehát volt olyan, hogy átütötte a páncélt oldalról, megölt egy-két ember, de a tank az harcképes maradt. De eléggé nagy bátorság kellett hozzá, meg gondolják bele abba, hogy ha nagyon közel ment az a tankhoz és fölrobbant, akkor akár magát a gépet is elpusztíthatta a robbanás hatása. És volt egy ilyen sztori 1939. augusztus végén, hogy ilyen stukapilotákat képeztek ki, és köd volt, és gyakorolták az zuhanást Poznán mellett, és a ködben az újoncok nagyon mélyre zuhantak le, és belecsapottak a földbe, később úszták fel a technikát. Tehát azért ezek tényleg ászok voltak, de ilyen szupersztár kategóriába tartoztak. Nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjuk, ők voltak itt tényleg az elitje a német haderőben. Jó, tehát egy lett volna nagyjából ez a rész. És akkor nézzük a szovjet technikát röviden. Remélem, hogy fog menni. Megy. Igen, itt van. A szovjet technika ugye a T-34 volt az alaptípus, hát ez a középső, meg az alsó. A felső, a T-60-as az egy könnyű tank volt, ezeket szétszették a németek már a csata első hetében, első két napjában. Itt az oroszok annyit újítottak ezen a tankon, hogy erősebb ágyút raktak bele, dízelmotoros, könnyű vezetni, gyors, viszont ugye a páncélvédettsége nem a legjobb. Itt látható közelről ez a tank. Ugye ebből rengeteg volt kiállítva Magyarországon, amíg itt volt szovjet haderő ilyen díszként. És itt a pakfront, lövészszárkok. Bocsánat. Lövészszárkok, illetve be... Na, mit csináltam? Tehát lövészszárkok, benne ugye ilyen mindenféle páncéltörő ágyúkkal. Itt van egy ilyen páncéltörő ágyú. Így nézett ki. Én ilyen szolgáltam anno szovjet tank, szovjeten, lőttünk németekre, Bakony Bakutiban, és a németeket visszavertük. Tudtuk, mikor jönnek. Tudtuk, hogy legalább fél négy, akkor ott voltunk már fél négy, ott álltunk. Riasztottak minket, jó volt a magyar felderítés. És ha belegondolok, hogy egy ilyen kis tank be van ásva, el van rejtve ugye, a nagy páncélos ugye nem látja, és három igyekezi lőni ezt a tankot. Azt írják történészek, hogy egy ilyen páncéltörő ágyú kilövéséhez egy jól képzett német harckocsizó legénységnek 3-4 találatot be kell nyelnie. Amire be tudják ugye kalibrálni, hogy hol van. Tehát a németek az is csináltak ugye vastag páncélzatú tankokat, mert azért kopogtattak ám az oroszok rajta mindenféle lövedékekkel.
De utána kikapták őket, akkor vége volt. Most itt mit látunk? Rengeteg ilyen kis páncéltörő ágyú, közlekedő árkok, tele gyalogsággal, itt is ugye árkok, védték őket, és itt ilyen kis aknamezők itt elől. És ezeket gyalogság is kellett, hogy ezeket kiszedjék, és az oroszok telerakták pakfrontokkal a védelmüket gyakorlatilag. És itt látta egy pakfront működése, gyakorlatilag ugye több ágyú egyszerre tűz alá kapta a tankot, elég volt, ha már csak a lánctalpat elkapta. Az a tank már megállt, utána már könnyű volt kivégezni. És el voltak rejtve, be voltak ásva. Na. Elnézést kérek. Igen, nézzük akkor a védelmet. Na most az oroszok fölkészültek, 40 km mély védelme, tehát védelem mélysége. Innen jönnek a németek, 40 km mély. Ami mit jelent? Mit jelent? Mondjuk Kalocsa-Baja vonal a védelem, azt át kell törni. 6 védelmi sávot ástak, tehát 6 árkot kell áttörni. És nézzük meg, az első vonal 5 km mély volt. Hát árkot kellett ásni, majdnem 5000 kilométert, ezt katonák és civilek ásták. Civileket hajtották ki, hogy egység árkot ásni, nőket is, nem volt kecmec. És akkor ilyen ugye volt olyan 10 méter mély árkot kellett ásni. Ugye mi ástak harckocsi árkot, ugye a harckocsi árak olyan mély, hogy a tank ne tudjon ugye belemenni, ne tudjon kijön az árokból. És ilyen 4-500 méter hosszú harckocsi árkot ástak. És belement a német tank, nem tudott följönni. És ott lenn akadt, és akkor oda mentek és eldobtak egy molotov koktélt, és égett a német tank. Aztán ugye megszállták katonák a frontot, 120 hadosztály volt az oroszoknak, és látható, hogy egy-egy hadosztály, 15 ezer ember egy ilyen széles és mély szakaszterületet védett. És hát leraktak aknamezőket. Kb. 1 millió aknát raktak le, 970-80 ezer aknát, főleg a fő betörési pontokra. De nagyon durva ez, hogy van, ahol látják, 1000 aknát raktak le kilométerenként. Méterenként egyet. Na most, és ugye ezek így össze-vissza voltak. És akkor az rejtve van. Nos, ugye a gyalogságnak, azt tudják, hogy férfiak vannak, tudják, hogy mi a gyalogságnak, na, az ilyen nagyon kicsi, rálép a katona, hogy rálép, akkor élesíti, ellép róla, akkor az akna robban, és nagyjából ilyen gyomor fejmagasság röppennek a repeszek, és akkor föltépi a katona hasát, letépi a lábát, nagyon durva fegyver. Mai napig alkalmazzák ugye az aknákat, nagyon atomos, nagyon durva fegyver. Én voltam Monte Cassinóban, Olaszországban 2001-ben, ott volt egy hatalmas ütközet nyugaton, olasz fronton. Németek rengeteg aknát raktak le, mai napig vannak olyan részei itt ennek a térségnek, hogy akna mentesítetlen. Körben van véve Szöges Zsolta, és oda van a német olasz, hogy aknák, vigyázz. És akkor ott az le van kerítve, nem tudják felszedni. Na és hát itt látható, hogy az aknát hogyan szedték föl, meg hogyan rakták le. Hát volt ugye ez a szúróbot, ma is egy-két ez a legjobb. Bár vannak ezek a detektorok, de hát ugye sok a fém a talajban akkor, hát melyik az akna. Bökögették el ugye a talajt, és akkor ütközik koccan, akkor oltosan ki kell szedni. Ugye itt arról szól, hogy le kell ezt a töltetet csavarni, és akkor ki lehet szedni, akkor már nem éles. És az oroszok rengeteg aknát felszedtek, és éjszaka újra rakták. Áttörtek a németek egy front szakaszon, akkor telepítettek újat, amiről nem tudtak a németek, és akkor jött a döbbi, mivel robbantak a tankok. Tehát védelem előny volt, és hát egy páncéltörő ágyúból sok volt az oroszoknak is természetesen, de volt nekik páncéltörő puskájuk is, ami 50 méteren belül azért a lánctalpat lenyírta. Hát 100 méterennél kopogtatott, 50 méteren a lánctalpat kikapta, és hát ezzel be kellett várni ugye a német tankokat közelre, és akkor rádurogtattak. Könnyű volt kezelni, és hát itt ugye kiégett páncerhármasok vannak az északi fronton, ahol ugye nézzék meg, a lánctalpak már le vannak válva, és égnek a tankok. És hát ugye oroszoknál volt tüzérség, ugye szerelmesé voltak, itt láttatok a klasszikus, ebből volt neki 14 ezer darab ezen a fronton, ezek előttek több mint 10 kilométerre, és a klasszikus tarackok, ugye, amik ugye területtüzet lőttek nagy távolságból, ebből kezdték a tüzet egyébként ebben a háborúban is. És rengeteg nőt mutattak be az oroszok, volt itt meselővésznő, repülőnő, harckocsizónő, meg gyalogosnő. Tehát itt nem volt feminizmus, itt feminizmus volt. Hitlernél mi volt? Nőket nem küldjük a frontra. A németek nem vetették be a nőket a háborúban, csak a hátországban, Sztálin viszont bevetett őket.
És ez azért megint egy pár millió katonát jelentett az oroszoknak, akik itt azért hősiesen harcoltak, részben nekik is köszönhető, hogy a Szovjetunió győzelme a németek fölött. Hát, aki látta a Stalinrad című német filmet, Wiesmeyer, abban is van egy szovjet katonanő, aki ott ugye a német katonákkal ott ugye menekülni próbál. És hát ugye a szovjet csatarepülő az Il-2, ez zuhanórepülés, mint a Stuka tudott menni, nagyon nehéz volt lelőni, ezért a németek külön ászokat, aki lelőtt egy Il-2-est, az Il-ász lett. Az három sima bombázó volt, aki egy ilyet lelőtt. Lavocskin 5-ös volt a szovjetek standard vadászgépe, kis magasságban jobb volt, mint a németek vadászai, ezért a németek nagy magasságban támadták meg őket. A támadás alapvetően két területen indul, északon, illetve délen, és hát itt ilyen nevek, mint Oboján vagy Poniri, ezek ikonikusak lettek, illetve Prohorovka. És itt látjuk a németeknek ezeket az árkokat itt át kellett törni, ami illúzió volt. Na most maga a támadás északon, először északon indultak meg, de annyit mondanák, hogy az oroszok megelőzték a támadást, megtudták a támadás időpontját, és a támadás előtt pár órával lőttek egy területtüzet. Nem ezért halasztották el a németek a támadást, hanem azért ugye, mert a katonákat össze kellett vonni, kivonták az első vonalból a gyalogságot, a tűz az üres árkokat lőtte. Akkor elhallgatott a tűz, a katonák visszamentek az árkokba, és indult a támadás. Most északon kevesebb volt a németeknek a harckocsija, ezért itt a gyalogságot küldte előre a modelltábornok, és azt jelzott, hogy a gyalogság áttöri őket Stukák segítségével, aztán pedig a harckocsik majd felszámolják az ellenállást. 5 napig tart a támadás északon. Itt Poniri a szovjeteknek ez a Stalingrád települése, és a szovjetek bevetik a tartalékot, és 5 nap után igazából a német támadás kifulladt. 8-10 kilométer mélységben tudták áttörni az orosz frontot, tehát gyakorlatilag egy árokrendszert át tudtak törni a 4-ből, többet nem is fönnakadtak. Ez 9-et, 10-et táján már kifulladt ez a támadás. És hát a csatorral annyit még egy-két érdekesség északon, hogy bevetették ezeket a Borgvár nevű szörnyedvényeket. Ezek valójában ezek azt a célt szolgálták, hogy ezeket itt még katonák vezetik, amikor ugye jött egy aknamező, találtak egy aknamezőt, akkor ebből kiszálltak a katon, és ilyen távirányító, ilyen joystickkal ráküldték ezeket az aknákra, és akkor ezek így felrobbantak. 100 méter hosszú aknamezőnek a robbantásához 4 ilyet be kellett áldozni. Most kevés volt ilyen a németeknek, és igazából csak egy-két ilyen szűk átjárót tudtak nyitni. Oroszok láttak, hogy van egy átjáró, azt belőtték rögtön. És akkor csak az átjárót lőtték. És ott jöttek be a német tankok egy, és akkor elkezdték őket sorozni. És akkor telakadtak, akkor már gond volt. Itt látható egy tönkrement Ferdinánd, ennek a lánctalpát lőtték szét, ez még hasznosítható, a legénység pedig hátul ki tudott menekülni itt ugye. Bevetették ezeket túl korán, aknamezőkön elakadtak, és igazából a gyalogságot be kellett vetni, utcai harcok folytak, itt látható egy kilőtt T-34-es, és hát itt gyakorlatilag ugye épületromok. Poniri település 12-szer cserélt gazdát 2 nap alatt. 12-szer, a fele került a németek kezére, fele maradt szovjet kézen, egy olyan 4000 fős faluról beszélek. Vasúti állomással egyébként. Az első vonat végülis az itt bevetett tigrisek tudták áttörni. Az északi csoport, hadsereg csoport kapott 15 darab tigris, és Sauvant ezredes át tudta törni az első vonalat. Hát nagyjából itt ezt a szakaszt tudta itt áttörni az első vonalat. Itt látjuk az orosz tartalékok, majd ezt felszámolják. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy itt láttad, hogy elakadt a német támadás itt. Itt volt az első vonal, ezt áttörték, de a másodikat már nem tudták áttörni, és itt Poniriért hatalmas harcok folytak 4 napig, és a támadás kifulladt. Szovjetek időnként ellentámadást hajtottak végre, ellenlökéseket. Ezeket visszaverték a németek, itt látható egy kiégett szovjet nehéz harckocsi, tehát az oroszok sem tudtak áttörni, megsemmisült itt is azért sok orosz harckocsi, de egy ilyen egyenlő volt a csata, és a védelmen fennakadtak a támadók. Itt van maga a település Poniri, ez a rész került a németek, ez a vasútállomás, viszont a domb magaslat, ez a rész a szovjetek kezén maradt. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 9. kél modellnek már le kell állítani a támadást. Most remélem, hogy fog menni ez a film. Nem megy. Jó, majd akkor végén megnézzük.
És itt látható az északi oldalon a veszteségarány. Látható, hogy az oroszok több embert vesztettek, és jóval több tankot vesztettek. Ez a három, Zarelben ez a veszteség tigrisekből, 45 tigrisből 3-at vesztettek végleg. Látható, hogy repülőből sem volt akkora nagy veszteség északon, de hatalmasabb a szovjet veszteség, de ők ezt megengedhették maguknak. Tehát őket igazából ezt tudták pótolni mondjuk egy hét alatt. A déli szárnyon viszont komolyabb volt a helyzet, itt Manstein táborunk nem volt tartaléka. Ő már korábban támadta volna, ugye, de Hitler ugye mindig halaszgatta, erről ugye beszéltem, viszont elkövet két hibát. Az egyik az, hogy nincs meg a jó felderítés, nem tudja, hol vannak az aknamezők, nem képez elég tartalékot, és hát az ő technikája a tűzőrség előkészítés, aztán neki a harckocsikkal, és a végén a gyalogság. Ugye Modellnál pedig a gyalogság előbb, és a harckocsik a végén, viszont itt voltak a nehéz harckocsik. Tehát itt volt a párducok, tigrisek zöme, itt voltak a Waffen-SS elithazosztályok, ami tényleg nagyon jók voltak a korban, bár hírnevű kétes. A Waffen-SS, el kell mondanom két mondatot még. Nagyon jó katonák, de kegyetlenek. Tehát hadifoglyokat lemészárolják. Málmédi mészárlás. Fölégetnek falvakat, ha megkívánja a helyzet. Egy példát mondok erre. Oradőszöglen, egy 600 fős, hát városka, 44 nyara. A második SS hadosztály megy föl Normandiába, a faluba rájuk lőnek, vagy városkában. Megállnak ott a páncélosok, összegyűjtik a városka lakóit, az összeset, templomba beterelték őket, becsukták a templom ajtaját, ablakokon bedobáltak kézigránátokat, és a templomot rágyújtották a városka lakóira, a bosszúból azért, mert valakik rálőttek a katonákra. Egy fiatal lány akkor biciklizett haza, mikor a falu le volt zárva, vagy a városka, és két katona mondta neki, hogy figyelj csak, ma nem menjél be a városodba. Hónap. És így menekült meg. Túlban 99 embert akasztottak föl, szintén partizán támadás miatt. Tehát kegyetlen katonák voltak, civilekkel szemmel visszaértek, viszont ők tényleg hullottak, mint a legyek egy-egy ilyen hadszintéren. Hát ugye SS, tehát a náci ideológia által átjutatott katonákról van szó, és volt köztük fiatal, a Hitlerjugendben 16 éves gyerekeket vettek föl. 44-től Normandiában hullottak el. Na és hát visszatérve, itt igazából ezen a fronton három hadtest, ugye itt az első, középső, itt a Waffen-SS közép, és délen volt egy harmadik hadtest, hát itt ugye északon ugye volt a Knopfersdorf vezér, vagy középen Hauser SS Obergruppenführer, neki volt egy olyan 900-800 tankja, délen pedig ugye Breit. És lehet látni, hogy ezeknek a szárnyak össze kellett volna tartani, de nem tartanak össze. Ez a déli, ez itt le fog maradni, fönnakad a védelmen. Ez tör előre igazából sokáig. Most, ezzel szemben, ugye ott van Csisztakov tábornoknak, ugye elől van két hadserege, hátul pedig egy tartalékban, és hátul az 5. gárda hadsereg 40 km a frontról, ő fog majd jönni Prorovkához. Tehát milyen tagozott szovjet védelmen kell áttörni, és hát itt ugye Vatutyin a főnök. Rögtön aknákkal találkoztak a németek, itt aknára ment, lerobbant párducokat látunk, gyakorlatilag a 34 párducok rögtön aknára ment, és akkor szerelni kellett. És hát gyakorlatilag kiderült az, hogy ezek a szárnyak nem összeállt, hanem szétváltak három irányba, tehát nem tudták összehangolni a hadműveleteket. Itt láttuk egy árkot, egy ilyen lövészárkot, ami egy harckocsijárok valójában. Nem tudták átmenni ezen a tankok. Ezért az utászoknak egy napig ezt az árkot át kell alakítani, itt látjuk ugye az ásás, hogy a tankok itt átjönnek menni. Közben folyt a légiharc a levegőben. Első nap 36 német és 178 szovjet gép zuhant le. És hát az oroszok természetesen itt látjuk, hogy harcoltak ugye a légierő ellen, puskákkal lőtték a levegőt, illetve itt ugye védekeznek ugye a támadó harckocsikkal szemben. Beásott tüzérség, és fáradt német katonák az első nap végén. Az első pár napban a Waffen-SS, pont egy tigris Waffen-SS 2-es hadosztályból 15-30 km mélyen át tudtak törni itt, tehát ez egy nagyon komoly áttörés, viszont a szárnyak elakadtak, ugye ez a szárny, meg ez a szárny. És gyakorlatilag komoly gond, hogy nem voltak hidak. Ami híd volt, az nem bírta a tankokat. Utászokra szükség volt, és hát itt Wittmann kiemelném, Michael Wittmann, főhadnagy volt, itt egy ilyen propaganda fotó,
132 tankot lőtt ki a világháborúban, páncélos ász volt. Itt 10 tankot lőtt ki az első két napban, Tigrissel dolgozott, és hát ő 44-ben a Normandie fronton igazából tulajdonképpen felrobbant, tehát gyakorlatilag a Villers-Bocage-ban jót harcokban vagy lebombázták, vagy egy páncéltörő lövedékkel levitték a tornyát, és tulajdonképpen meghalt. Ő volt az egyik nagy német ásza a német harckocsizóknak. A másik Staudegger őrmester, neki a sztoria érdekes. 22 tankot lőtt ki egy bevetés során, Tigrisével lemaradt a másnap végén egy kis falucskában, meg kell szerelni a motort. És akkor megszerelték ott a motorját a legénység, és akkor éjszaka, hogy elindult, sötétben találkozott szovjet tankokkal, kilőtt közül 17-et, azok ugye elmenekültek, és akkor utána ment tovább ugye az egysége után, akkor jelezték, hogy jönnek még szovjetek, akkor még kilőtt 5-5 belőlük, akkor békrehetek, és akkor reggelre hazért 22 tankot lőtt ki. Őt rögtön ezután a hat tette után Hitler maga rendelte, kitüntette, kapott egy Volkswagen-t ajándékba és bogárhátút, és akkor reklámozta a Tigris tanknak a jó minőségét a hátországban. Ő a háború túlélte, tehát ő megúszta. Tehát a német harckocsizók között rengetegen tapasztalt, rutinos ürge harcolt, és ezért volt a német haderő nagyon-nagyon erős minőségileg. Ezt a mennyiség győzte le igazából. Itt láthatok egy Tigris tankot. Itt nézik a találatokat, nézik meg, a lövedék letépte a páncélzatát, de nem ütötte át. Ugye? És hát ilyen buzamezőkön folyt a harc, itt egy fölrobbanó szovjet harckocsi, és egy másik érdekes kép a csatamezőn, itt német katonák ilyen horogkeresztes zászlót mutogatnak. Ha a német katonák valahol egy ilyen ellásba ütköztek, mondjuk egy pakfrontba, akkor kértek stukákat, hogy bombázzák meg. És jöttek a stukák, igen ám, de honnan tudják, hogy melyik a barát, melyik az ellenség gépe? Ezért horogkeresztet terítettek a katonák magukra, vagy a tankra rá, és akkor a pilóták tudták, hogy na ez akkor német gép, ezt nem támadjuk. De rengeteg olyan volt, hogy a saját egységüket bombázták le. Na most, nem tudom, hogy fog-e. Igen, a szovjet tankokat már a másnap korán bevetik, össze-vissza az oroszok, nyomnak be mindent, nem hangolják össze a nőleteket, és van egy ilyen csata, első a történelemben, hogy zuhanó bombázók 50 szovjet tankot lebombáznak, kilövik őket, leírhatónak, és a szovjet támadás megáll. Ez első olyan csata a történelemben, hogy a légierő megállított egy harckocsi támadást. De a oroszok számára az anyag nem számított. És hát hevesen légiharcok vannak, itt kiemelném Kozsedub nevét, aki, mindjárt mutatom a képet, majd 62 gépet lőtt le háború végéig. Itt a henselek láthatóak, ugye, amelyek azt az 50 szovjet páncélos kilőtték, illetve itt van Kozsedub, Szovjetunió vezérőrnagya lett, tábornoka lett, ebben a csatában 4 német gépet lőtt le. Hát ő volt a legeredményesebb antifasiszta pilóta, tehát az amerikai, szovjet, lengyel, blablabla közül ő volt a legtöbb gépet lelövő antifasiszta pilóta. Németeknél Wittmann 352 gépet lőtt le. Tehát a németek azért nagy kutyák voltak. Mi a magyarázat? A német pilóták addig repültek, amíg le nem lőtték őket. Nyugaton viszont volt idő pihenni, mert rengeteg pilótájuk volt. Hát a németeknél nem volt erre lehetőség. Ezért nagyon sok német ász le is lőttek, ugye? Mert a túlerő elintézte őket. Na most hát a nyolcadikára a német Lipstandart első hadosztály megközelíti Prohorovkát. A másik két szakaszon lemaradtak a német harckocsizók, és itt jön az a támadás, amit Prohorovkának hívnak. Prohorovka azért már egy nagyon fontos vasúti csomópont, 30 km van a fronttól, és ekkor bevetik a szovjetek a tartalékot. Hát most majd a filmet majd megnézzük, mert most szerintem most azért csak az is megnézzük. Oda megyek rá. Remélem meg fogom találni. Remélem most nem hagy cserbe majd a technika. Azt hiszem, hogy ez lesz az, igen. Önöknél nem megy. Kicsit amatőr vagyok, elnézést kérek önöktől. És akkor elkezdem mindjárt játszani. Tehát ez a csata, aminek az a legendája, hogy a német tankoknak megkirúgantak a szovjet T-34-esek, és a szovjetek nagy győzelmet arattak. Ez a Felszabadítás című szovjet filmből van.
A legenda azt mondja ki, hogy az oroszok itt neki mentek a német tigriseknek, és akkor a németek elpusztultak, ez nem igaz. A oroszok valóban 800 tankkal megindultak, mentek 40 kilométert, 200 lerobbant. 600-at tudtak elindulni, és valóban rohamozták a német tankokat, mert a németek 2 kilométerről kilőtték őket. Nekik be kell törni 800 méter alá. De a németek álltak. És gyakorlatilag állva lőtték az orosz tankokat, mészárlást végeztek. És a német tankok úgy harcoltak, itt látunk ilyen szovjet rohamokat, ez tényleg így történt, hogy így mentek. A németek mennek a tankkal, megállnak 2 másodperce, lőnek, aztán mozognak, mennek tovább, és 2 másodperc tüzelnek. Az oroszok meg lőttek menet közben, nem álltak meg soha. Az orosz tankok nagyon pontatlanul tudtak lőni. Itt látjuk azt a szituációt, amit az oroszok ugye szeretnek, hogy itt minden német tank párduc meg tigris, és az oroszok begyalogolnak, legázolják a német gyalogságot, és itt menekülnek a német gyalogosok ugye a PSH-król, tehát a szállítóharc, ez így egyébként nem volt igaz, meg minden német tank tigris meg párduc. Ez megint a legenda része, mert nem igaz. De tény, hogy itt voltak a tigrisek, illetve itt voltak a páncer 4-esek, itt de gyakorlatilag párduc van, olyan nem volt, és látjuk, hogy egy ilyen tanknak milyen a belseje. Tehát itt van ugye a parancsnok, egy ilyen kis periszkópon keresztül tudnak kinézni, ugye a parancsnok a jobb oldali figura, a bal oldali van a töltő, rakja be ugye a töltét ugye az ágyúba, és majd lőni fognak. Igen, jó idő volt is, fekete volt a ruhájuk, ugye azért, hogy a kosz miatt ugye, hát hogy az ne látszódjon rajta mind a két félnél, és hát gyakorlatilag itt láthatjuk, hogy tényleg itt füst volt, tűz volt, azért 800-900 tank itt egymásnak ment. Az nem igaz, hogy ez volt a világ legjobb harckocsi csatája, itt a 800-900 tank harcolt, mert egy nagyobb volt a Dubnoi 41 nyarán, ott 2500 német, vagy orosz és 800 német, sokkal nagyobbak voltak. De a legenda ezt mondja, hogy ez volt a legnagyobb, egyébként nem igaz. És itt majd lesz egy ilyen része, amikor kilövik a tankot, akarom majd mutatni azt a részt, azt vágtam ki, hogy milyen, amikor egy tankot talált ér, és leviszi gyakorlatilag a tetejét, és ki kell bele szállni. És itt ugye majd itt az ugye azt is kell látni, hogy a tankok között volt rádió összeköttetés, hogy a tankok egymással társalogtak, irányítottak egymást, tehát nem külön-külön harcoltak, ebben a németek egyébként sokkal, de sokkal jobbak voltak, és hát itt jön ugye, itt kilőnnek egy szovjet tankot, lekapták a tetejét, ezt ugye ezt a nevezők tigrisnek az oroszok meglövik, és itt hát ugye jönnek a német, nevezük őket tigriseknek, és hát füst volt, tényleg, tehát a nap el volt zárva, annyira nagy volt a füst, meg a por, és ugye egy ilyen kaotikus csata volt, és közben még a légharc is volt a levegőben, lezuhant gépek, ez ment 24 órán keresztül. 1-2 órát álltak meg, amíg ugye ettek, aztán újra kezdték a dolgot, és itt látható egy durva kép, hogy kiszállnak a katonák, és a szovjetek is legépuskázzák a menekülő német katonákat, ugyanúgy, mint a másik oldal, mert a szakembereket azért nem szabad életbe hagyni, és akkor itt jön a géppuskázás, és nyomezőlövedéket raktak bele a film kedvéért, mert azért nem volt ennyi nyomezőlövedékük természetesen. Ez a film egyébként egy sorozatnak a része, 1969-70 Brezsnyev érában a felszabadítás, ennek az első része a Kurszki csatát dolgozta fel. Vannak benne túlkapások, de nem olyan, mint a sztálinista művek, tehát nincs benne sok párt. Viszonylag korrekt, ha az ember tudja, hogy mi volt a valóság, akkor azért viszonylag élvezhető, és a Dnyeperi átkelés, vagy ez a Kurszki csata viszonylag korú. Így ennyit lát egyébként a vezető a tankban. Tehát ilyen kis búvonyilások vannak. És itt kapja be a találatot a tank, kilövik, ég a tank, kell szállni. Nagyjából ennyit vettem ki belőle, és húzzák ki a katonát. Na most gyakorlatilag itt az volt még a durva, hogy amikor ezek a katonák kiszálltak a tankból, és ott elkezdték az embereket menteni, akkor egymásra még lövöldöztek. Tehát mondjuk kilőttek egy német meg egy orosz tankot, kiszálltak a katonák, találkoztak, akkor nem kezet fogtak, hanem mind a kettő pisztolyt rántott, vagy törkés, és úgy gyilkolták egymást. Addig ment, amíg valaki meg nem halt. Itt láthatunk egy-két harci felvételt, itt a tigrisek által kilőtt szovjet tank, itt harcmezőn mennek német tankok. Az érdekesség az, hogy ez
itt a katonák nincsenek begombolkozva, ki vannak a parancsnokok, tehát itt éppen szünet van, és akkor ugye azért jobban lehet látni a tájékozódást. És a Prorovkának a vége, a németek ezért maradt a csatamező, kilőtt szovjet technikákat látunk, hatalmas mészállás volt, itt megint egy Tigris lőki, egy T-34-es, részben propagandafotó egyébként, egy kilőtt párduc. És hát, hogy mi lett ennek az egésznek a vége, a valóság? Három német tank pusztult el teljesen, és 235 szovjet ebben az egy csatában. Abból a 616-ból. A németeknek volt 294, abból 3. Legénységi veszteség 520-3500. Tehát valójában az oroszok itt brutálisan kikaptak. Ez az ötödik hadsereg, ez elpusztult, de az oroszok ezt győzelemként adták el a világnak. És mindenki nyugat is bevette, meg mi is. Most 11-én, ugye itt látható, itt a németeknek az egyik frontja, itt áttörtek két vonalat, itt pedig egy vonalat törtek át, még 70 km a távolság. És ekkor Manstein tábornok engedélyt kért Hitlertől a támadásra. Jött a Szicília partra szállás, ugye július elején vagyunk, és a németek még támadnak Szicília után 3 napot, de nem tudják megállítani, nem tudják áttörni a szovjet frontot, Hitler megállítja a támadást, lefújja a citadellát, és a tankokat elkezdi átparancsolni ekkor 16-án nyugatra, Szicíliába. És átmenek védekezésbe, és mondhatjuk azt, hogy ezzel a háború sorsa eldőlt, a németek elvesztették ezt a háborút. Megint a szovjet ellentámadás, a tartalékokkal nézzük meg, hogy jóval több katonájuk van, mint a német támadóknak, és a Rumjáncev meg a Kutuzov. És ez azért fontos csata, mert ettől kezdve a németek hadászatilag nem tudnak támadni nagy erővel széles fronton, helyi téren, helyi szinten 50-100 km-en támadnak egy falunál, egy városnál, de ennyire nagy technikát még egyszer nem szednek össze. Egy érdekesség, az utolsó komoly német támadás páncélosokkal Magyarországon történt 45 márciusában, a mezőföldön a tavaszi ébredés offenzíva, március 6-15, ez a Waffen-SS itt volt, elakadtak a mezőföldi sárban a tigrisek, a 60 tónás királytigrisek, és ott a németek ilyen 4-500 tankot vetettek be. Elakadtak főkettőket robbantani, és támadás kifulladt, és az oroszok kisöpörték innen a németeket Magyarországról 3 hét alatt. A veszteségadatok durvák. Tehát nézzük meg, és ezek most már mondjuk, hogy hivatalosak, hát harmad annyi német halt meg, mint szovjet. Durva a tankveszteség. 323 német, majdnem 2000 szovjet. Ennyi modern technika. Ennyi T-34-es, és lövegből is jóval több az orosz, repülőből is több az orosz. Tehát valójában anyagilag a németek nem vesztettek, de hát az oroszok ezt a tankmennyiséget, ezt 2 hét alatt pótolták. A németeknek viszont az emberveszteség, meg az anyag, az egy anyagháború lett. És majd jön a nyugati front, az is gyeri a katonát, kivonják innen a harckocsikat, tehát a keleti fronton már nem tudnak támadni a németek többet. Itt látható az ellentámadás. Elnézést. Megint a kollega. Hát igen, ez mondjuk ez Ukrajna, és itt 3 hét alatt, visszamegyek, igen, tehát az oroszok gyakorlatilag ezt a tetét felszámolták 3 hét alatt, erről is van egy adaton, nem untatom önöket ezzel, az oroszok 800 ezer embert vesztettek ennek a visszafoglásában, 800 ezer embert, 6 ezer tankot. Tehát nem érdekelt őket a veszteség, és hát hogy ki nyert, hát egyértelmű úgy, hogy a szovjetek, a németek kudarcot voltak, nincs német tartalék keleten, nem is lesz egyébként, és a hadipar. Tehát a német hadipar 43-ban volt a toppon. Ettől kezdve nem lehet pótolni a német veszteséget. Durván az oroszoknak 4-5-ször annyi tankjuk van a keleti fronton mindenhol. Jóval több katona, repülő és Hitler csak védekezésre tudja biztatni a német katonákat. Ez egy fordulópont keleten. Nagyobb siker Stalingrádnál. Van egy ilyen történészi állítás, Glantz írta a 3 csatáról, ezeket ide írtam. Moszkva azt mutatta, hogy Németország nem tudja megnyerni a háborút, Hitler elképzelése szerint, tehát a villámháború szerint nem megnyerheti a háború. Stalingrád, Németország nem tudja megnyerni a háborút semmilyen körülmények között.
És a harmadik, Kurszk. Németország valóban elveszti a háborút? Egy kérdés maradt, mennyi ideig tart ez a háború még? Milyen áron? Tehát mind a három csata döntő volt valamilyen szinten. Ez a harmadik igazából megerősítette, hogy a németek keleten esélytelenek a front megtartására. És hát gyakorlatilag mitoszokat még röviden ismertettem. Nem a német páncélosok hadjutala, még a német harckocsik még harcoltak ősszel Ukrajnában, ott pusztultak el. Nem elszalasztott német győzelem, ezt Manstein mondta, hogy ha németek folytatják a támadást, mint Szicília, akkor itt nyernek. Nem tudtak volna nyerni, Manstein 4 napig próbálkozott még. Tigrisek párducok száma, mint egy 300 voltak 2500-ból, tehát ez legenda. Nem Szicília miatt állt le a támadás, hanem ugye Hitler állította le Szicília után 4 nappal. Átcsoportosították nyugatra a tankokat, de csak július végén. És Prorokka nem volt szovjet siker, hanem német siker volt. És hát... Igen, jó. Akkor időben vagyunk. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Egy kicsit siettem, mert itt mondta a kolléganő, hogy azért legyen túl hosszú. És 1 óra, 10-15 percben azért talán röviden sikerült ezt a témakört egy kicsit megmutatom az érdeklődőeknek is, meg azoknak is, akik ugye hadtörténet iránt nem annyira érdeklődnek. És akkor én szerettem volna elmondani, hogyha bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan lehet kérdezni, ha tudok, válaszolok. Először tapsoljuk meg szerintem. Nagyon jó. Tessék, kérdezzen nyugodtan. Azt szeretném kérdezni, hogy itt két csoport, a németek és az oroszok. Igen. A németeknek voltak szövetségesei. Igen, ez így igaz. Azok mit csináltak ezekben a...